több kilométerről is jól látszott a sűrű, feketén gomolygó füst Nyíregyházán kedd délután. A hatalmas tűz egy a Rákóczi utcában lévő raktárkomplexumban keletkezett. A képeken is jól látszik, hogy teljes terjedelmében égett az épület, az arra közlekedőket vagy kíváncsiskodókat le kellett terelni az útról. A szirénázó járművek folyamatosan érkeztek a 38-as főút városból kivezető szakaszát, így az autósok elől is lezárták a rendőrök. Kigyulladt több raktárhelyiség kedd délután Nyíregyházán a Rákóczi úton. A raktárhelyiségekben ruhaneműket tároltak. A tűz tovább terjedt egy kétszintes irodaépületre is. A tűzesethez több járművel Nyíregyházáról, Kisvárdáról, Mátészalkáról, Hajdunánásról, Nyírbátorhoz érkeznek tűzoltó egységek. A tűzoltását a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A lángok mintegy 7000 négyzetméteres területre terjedtek szét. A brutális tüzet 68 hivatásos, 15 szabadnapos és 4 önkéntes tűzoltó igyekezett megfékezni, akik 10 vízsugárral és habosított vízsugarakkal oltották a lángokat. Az egységek a lemezborítású raktárhelyiségeket roncsvágóval több helyen megbontották, majd munkagép segítségével az izzó, parázsló részeket szétszették. A tűz mellett lévő épületet kiürítették, azt 95 ember hagyta el. A tűzeset során egy ember az épületben rekedt, őt a tűzoltók mentették ki és adták át a mentőknek. 4 mentőegységet riasztotta a nyíregyházi mentésirányítás a helyszínre, ahol a tűzeset következtében egy férfit láttak el a mentők könnyebb füstmérgezés és égési sérülés miatt, akit állapotstabilizálást követően azonnal sürgősségi osztályra szállítottunk. A sűrű fekete füst miatt a Borsodi Katasztrófavédelmi Mobillabor a tűzeset helyszínén, valamint a környező utcákban is végzett méréseket, amelyek a lakosságot veszélyeztető mértékű káros koncentrációt nem mértek. Az oltás még másnap is tartott. A szerda délelőtt készült képeken még dolgoztak a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a káreset felszámolásán. A jelentős anyagi kárt okozó tűz keletkezési körülményeinek megállapítására a Vármegyei Katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított.